ugye a klub megkeresett, hogy mi lenne, hogyha esetleg folytatnánk a közös munkát, amit már ugye egy jó párszor megbeszéltünk, és nem mondom azt, hogy könnyű volt, azért voltak nehézségek, de hát úgy néz ki, hogy azért az egész világban most nehézségek vannak, úgyhogy azért nyilván ez nem titok, hogy azért elég nehéz volt, talán az egyik legnehezebb volt most megállapodnom a klubbal, de hát én ide azért hazajárok. Én amikor reggel belépek a csarnokba, akkor ugye az edzőkkel találkozom, az utánpótlás edzőkkel, utánpótlás játékosokkal, és nekem ez a közeg, ugye én már azért egy jó pár évet el tudtam itt tölteni. Én nagyon szeretem ezt a közeget, és én egy olyan típusú játékosnak tartom magam, akinek nagyon fontos, hogy milyen helyen is dolgozik ő, mert ugye most nevezzük munkának a jégkorongot. Nekem nagyon fontos, mert hogyha én jól érzem magam a közösségbe, a csarnokba, az emberek között, akkor nekem a teljesítményem is úgy növekszik. Tehát, hogyha én esetleg nem olyan helyen vagyok, nem érzem magam olyan jól, akkor nekem a teljesítményem is teljesen látszik. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt. Évről évre egyébként fejlődnek a dolgok, ugye, mint most valljuk be, hogy veled is a média, edzők, a stáb, a körülöttünk lévő dolgok, én úgy érzem, hogy sokkal profibb. Viszont ugye ki kell térni arra, hogy az alapszakaszunk jóval sokkal jobban sikerült, mint elvártuk volna a saját magunktól, mert azért úgy papírformailag azért nem mi voltunk a legjobb csapat a ligában, de szerintem az alapszakaszban az egyik legjobb, hanem a legjobb csapat voltunk. Viszont a rájátszásban sorra botlunk el, és ezt én is nyilván ugye nyáron van idő a játékosoknak ezeket átgondolni, és azt gondolom, hogy nem tudom a megoldását annak, hogy ez mitől van, hogy egyszerűen a rájátszásban tök máshogy szerepelünk, mint az alapszakaszban. Ez valószínűleg az, hogy nyilván a rájátszásban azért már nagyobb nyomás van a játékosokon, és lehet, hogy ezt kezeljük rosszul, ezt nem tudom, meg nyilván ez nem is az én dolgom, hanem az edzőstábé. Nekem igazából az a dolgom, hogy az alapszakaszban is és a rájátszásban is a legjobb formámat tudjam hozni. És nagyon reménykedem abban, és szerintem két dolgot egyszer is mondhatom, hogy ugye remélem, hogy minél több időt tudok még itt eltölteni ebbe a klubba, és azt is, hogy minél többet töltök el, annál nagyobb sikereket érünk el. Én erre vágyom leginkább. Hát én most úgy gondolom, hogy beleértem abba a korba szerintem, de nyilván még azért nem mondanám magam rutinosnak, viszont 31 éves leszek ugye a szezon kezdetre. Én elsősorban most már azt várom el magamtól, hogy ugyanúgy segítsem a fiatal játékosokat, akik még ugye, mert én úgy tudom, hogy most több fiatal játékossal is szerződést kötöttünk, és az ő munkájukat szeretném segíteni, hogy esetleg azt a kevés tudást, amit én tudok, azt átadjam nekik, vagy esetleg, hogyha nehéz időszakuk van, akkor azon átlendíteni őket. Magamtól viszont azt várom, hogy ugyanazt, amit itt a hasonló években, ezt a stabil szintet próbálom hozni. Úgyhogy ugye a védelmet rendbe kell tenni, ugye a Miki előtt, mert nyilván ugye nagyon sokat ad a csapatnak, de úgy gondolom, hogy azért a védelem is nagyon fontos, és nagyon sokat kell dolgozunk átul. A nyaram nagyon jól, mint ugye nekem a bátyámnak van egy vállalkozása, ugye építőiparban dolgozunk, és én ilyenkor az első egy hónapot mindig abban szoktam tölteni. Ilyenkor egy kicsit úgy elengedem a hokit, próbálok másra koncentrálni, mert ugye szezonban azért mindig az agyad rá van állva, hogy csak a hoki, csak a hoki. Ebbe ugye azért belefárad az ember, belefásul, és ilyenkor egy kicsit próbálok más irányba is menni. Ez kikapcsol, nagyon jó kondit is ad egyébként, itt melegben azért itt lehet dolgozgatni. Meg hát ugye azért nyilván, ahogy az előbb is említettem, hogy ugye azért már az idő is tapos engem hátulról, úgyhogy nyilván a jövőre is kell gondolni. Úgyhogy így nyáron próbálom a jövőmet építgetni, mint a testvérem, ilyen családi vállalkozás, és akkor hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De egyébként ettől függetlenül teljesen jól, úgyhogy a szurkolóknak meg azt üzenem, hogy valószínűleg, nem valószínűleg, hanem biztos hasonló mérkőzéseket fognak látni itt a hazai csarnokban. Remélem, hogy minél többen jönnek ki. Én úgy gondolom, Újpesten egy nagyon remek szurkolói tábor alakult ki itt tavaly, úgyhogy én tőlük csak ugyanazt várom, amit eddig, magunktól meg nyilván azt, hogy még több győzelmet tudjunk nekik adni, és hogy sok örömet tudjunk okozni a szurkolóknak.